az év végéhez közeledik lassan. Láthatjuk ezt, hogyha későn érkező reggelekre, rövid nappalokra és a korán érkező estékre gondolunk, de úgy gondolom, hogy a közelgő karácsony fénye egyre erősebben világít be a családok életébe, a közösségek életébe. Szeretnénk, ha a mai nap ez emlékezetes lenne ebben az adventi időszakban, és ebben a várakozásban szeretnénk mi is hozzájárulni annyival, hogy a várost egy kissé szebbé tesszük. Kivilágítjuk a várost ugyanúgy, mint az előző években. Ünnepi fényeket láthatnak a város polgárai, és örülhetnek az ideérkezők is, hiszen az eddig megszokott kivilágításon felül számos új attrakció, új fény van. Mondhatnám azt is, hogy a kisvuk is felölti ünnepi bundácskáját, és bölcsőde előtt már kérdezték a bölcsisek, hogy azok a kék labdák mikor fognak majd égni. Most már azok is a mai nap este fel fognak gyulladni. Kis ünnepségünket egybekötjük a Mikulás bácsi érkezésével. Nagyon várják már a gyerekek. Az elmúlt vasárnap délután gyújtottuk meg az adventi koszorú első gyertyáját, bár Szent Mihály fán nagyon szép ünnepség keretén belül, és minden vasárnap lesz gyertyagyújtás, úgy bár Szent Mihály fán, mint itt a lenti templomban is, és szeretnénk ehhez az ünnepi készülődéshez, várakozáshoz hozzájárulni, annyival is, hogy az ünnepi fényeken kívül a rendezvénytéren várják az ide látogatókat, a pavilonokban kis forralt borral, és a pavilonok mellett kínálják portékáikat az ünnepi vásár alkalmával. Mindazok a környékbeli helyi terméket előállító kézművesek, akik szeretnék, hogy nagyobb kínálatot kapjanak a lenti belátogatók. Milyennek találjátok a díszbe öltözött várost? Hát nagyon tetszik, mi nekünk is, meg az egész családnak is, és jó érzéssel megy végig az ember a városon. Tehát vidámak vagyunk ezen a sötét téli estéken is. Hát én nagyon örülök, hogy ez a város ilyen csodálatos díszfénybe öltözött. Nem hagytam volna ki ezt a mai programot, és én nagyon remélem, hogy mindenki olyan érzéssel van iránta, mint én. Örülök annak, hogy a polgármesteri hivatal és itt a város vezetése gondolt arra a gyerekekre, hisz végül is az ünnep most róluk szól, de gondolom, hogy mindenkit örömmel tölt el. És én kívánok a város lakosságának, a város vezetésének, mindenkinek nagyon boldog karácsonyt, és nagyon jó adventi készülődést.